Előbb 5 gólos bravúr győzelem idegenben a VB bronzérmes szlovénok ellen, majd itthon 4-jel vereség, így 51-50-es összesítéssel a magyar férfi kézilabda válogatott jutott ki a januári németországi világbajnokságra. A kapuban nagyszerűnél is jobb teljesítmény nyújtó tatabányai Székely Mártont kapcsoljuk. Szia, Marci, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Lampi! A sikert könnyű feldolgozni, Marci? Tudatosult már benned ez az ott leszünk a VB-n, vagy benned van még a csípjenek megérzés? Szerintem még nem sikült ezt így teljes mértékben realizálnom, ezt szerintem jól látod, de próbálkozom vele, hogy minden szépen legyen. Vannak pillanatok, amelyekre különösen élesen emlékszel ebből a két selejtező mérkőzésből? Vannak persze. Igazából a két teljes mérkőzésre emlékszem, de nyilván vannak szebbek és csúnyább pillanatok is. Akkor azt kérdezem tőled, hogyha azt mondom, hogy a két selejtező mérkőzés, és ennyit kimondok, akkor mi az a pillanat, ami először eszedbe jut? Az első mérkőzésen azt kell, hogy mondjam, talán a 7-es védés a végén a Kattisnyiknek, a második mérkőzésen meg amikor amikor az első fél időben a Singersonnak a hosszú pattintott alsóját talán így sikerült kivédenem, így ez a kettő védés, ami beugrik, de hogyha így most személyesen próbálunk meg valamilyen védést megkeresni, ha nem, akkor meg mind a két mérkőzésről az, amikor egyiken ugye győztesen, másikon pedig már, hogy tovább jutottunk a VB-re, összeáll a csapat, és egyszer csak a szurkolóinktól elkezdik énekelni a himnuszt, az úgy gondolom, hogy ez egy felejthetetlen élmény volt. Mert hogy ez a csapat, bárki nyilatkozott róla, ezt hangsúlyozta, hogy összeállt, és nagyon összeállt. Mitől tudott az előzmények ismeretében, a nehézségek ismeretében most így ennyire összeállni erre a egyébként nagyon fontos két mérkőzésre, csapatként összeállni a magyar válogatott? Mit gondolsz? Hát elsősorban meg szeretném köszönni az IE Specinek és a Nagy Lacinak, hogy visszajöttek és segítettek a csapatnak, de úgy gondolom, hogy ez nem csak egy kvalifikációs mérkőzés volt, hanem ez a magyar kézilabda, és főleg a férfi szakágnak egy hosszú távú megítélését eredményező mérkőzés volt, ami hál' Istennek, hogy így sikerült, mert bele se szeretnék gondolni, hogy mi lett volna, hogyha ezt nem sikerül abszolválni. Erről a tétről és erről a kutya kötelesség becsületbeli ügyről, mármint hogy mi most itt képviseljük a magyar férfi kézilabda jövőjét bizonyos tekintetben, erről a mérkőzések előtt így egymás között beszéltetek? Sokat beszéltetek? Sokat beszéltünk, és hál' Istennek minden egyes srác profi és profi mentalitású, és átérezte, és átéreztük azt, hogy tényleg itt miről is van szó, és nem azt mondanám, hogy inkább megnyomott minket a tét, hanem inkább plusz löketet adott, hogy nem csak a saját jövőnk úgymond ezen a két mérkőzésen dől el, hanem az utánunk következő, és a még kisebbek, és a teljes utánpótlás, és a férfi szakág. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy le a kalapulását. És hogyan nyúlt ehhez a problémához, ehhez a téthez és kockázathoz Ljubo Vranjes szövetségkapitány, aki szintén maga személyesen sem volt könnyű helyzetben, és nagyon fontos volt számára, hogy egymásra találjon a csapattal, és így sikerüljön, ami sikerült. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Ljubo is le a kalappal, minden egyes nap súlykolta belénk, hogy miről fog szólni ez a kettő meccs, és hogy mennyire nehéz lesz, és mennyire harcolnunk kell majd, és mennyire kemény mérkőzés lesz, hogy kemény mérkőzés is lett mind a két mérkőzésből, ha már így a mérkőzést lovagolok, de a viccet félretéve nagyon taktikusan felkészültünk a szlovén keretből, minden egyes pozícióban tudtuk, hogy ki lesz velünk szemben, nyilván itt most a mezőnyjátékosokról gondolok, illetve mi is külön a kapusokkal becsülettel felkészültünk. Taktikailag támadás és védekező, lerohanás és
tényleg a hetes lövésektől kezdve tűzletesen végigmentünk minden egyes opción, hogy mivel kerülhetünk szemben, és hát hál' Istennek meglett az eredménye. Meglett az eredménye, mert azt nagyszerű dolog volt látni, hogy mind a két mérkőzésen taktikailag, gyakorlatilag ez a magyar válogatott diktálta azt, hogy mi lesz a tempó, hogy lassul a tempó, és mi lesz a forgatókönyve a mérkőzéseknek. Sikerült egész végig a fáradtság ellenére a második mérkőzésen is ezt a magyar válogatott által kigondolt forgatókönyvet végrehajtani. Hát azt hiszem, hogy ez volt itt a kulcs, amihez nagyon nagy energia, meg erő, meg főként szellemi koncentráció kellett, igaz? Az biztos. Jól láttátok, az volt a koncepciónk, hogy a hosszan vezetett támadásaink után legalább góllal, vagy olyan helyzetet alakítsunk ki, amiből nem tudják a tipikus szlovén kézilabdaiskolára jellemző gyors lerohanásokat és a rendezetlen védelem ellen való gyors közbelövéseket és abból a gólokat szerezni, vagy gyors indításokat eredményezni. És hál' Istennek az első mérkőzésen nagyon ült a támadásunk, a második mérkőzésen szintén, hál' Istennek, amikor elővették ezt a fegyvert, akkor az már csak a mérkőzés utolsó hajrája volt, utolsó pár perce, szerencsére már nem volt több idejük. Arra te erre a párharcra készülődve számítottál, hogy ekkora szerepet fogsz kapni a kapuban? Őszintén szóval nem, de mint ahogy szerintem mindenki más, aki úgy volt vele, hogy nem feltétlenül kezdő játékos, becsülettel felkészültünk, és vártuk azt, hogyha úgy adódik a mérkőzés, és segítenünk kell, akkor tudjunk segíteni a csapatnak, és együtt mindenki hozzá tudjon tenni. És hát nagyon örülök, hogy sikerült segíteni a csapatnak, és sikerült megtennünk ezt a hatalmas lépést. Hogyan született egyébként ez a döntés? Hogyan beszéltétek meg, Vrányes mester indokolt-e? Egyáltalán mennyit kellett erről beszélni? Ki véd éppen? És ki mennyit véd? Sokat nem beszéltünk erről az első mérkőzésen is. Összenéztünk a Rolival, és mondta, hogy ő fog kezdeni, már beszélt a mesterrel. A másik mérkőzés előtt pedig odajött hozzám, és csak természetesen annyi elég, hogy annyit mondjon egy edző, hogy te fogsz kezdeni. Utána én jeleztem a Roli fele, hogy ő is így készüljön fejben, mentálisan, és megbeszéltük, és onnantól kezdve fókuszáltunk. Volt egyébként intenzív kapcsolat a két kapus között a mérkőzések közben? Természetesen, ez szerintem egy elengedhetetlen dolog, legalábbis nyilván amikor a Roli áll a kapuban, akkor eléggé fura, hogy én adjak neki tanácsot, de természetesen, hogyha megkérdez egy-két dologról, akkor mindig szoktam neki segíteni, vagy megválaszolom a kérdéseit, de folyadat esetben ez teljesen máshogy néz ki, tehát ő befütyül a pályára, hogy figyeljek rá, és ad instrukciókat, ugyanígy a Szatyi is, és minden egyes időkérésnél, vagy ha kimegyek inni egy volt vizet, akkor is mindent meg tudtunk beszélni, és az előremutatóan, hogy milyen elsetőségből és milyen variációkból jöhetnek a lövések, már arra is felhívta a figyelmet, úgyhogy nem. Szóval nem akartam már, mennyire segítőkész és mennyire rendes volt a Roli. Marci, tapasztalatait szerint nálad mi kell az igazán ihletett meccsformához, ennek a bizonyos flow állapotnak, transz állapotnak az eléréséhez, amikor úgy nagyjából minden sikerül, amikor annyira érzed magadban azt, hogy ez most lebegek és nagyon, nagyon megy? Hát nyilván sok védés. A viccet félretéve szerintem, hogyha Ha nem is a védésekről, de ha már a csapat úgy működik egységesen, ahogy mi azt elterveztünk, és uraljuk a mérkőzést, és mi irányítunk, akkor és a kapusnak is megy hátul a szekér, akkor azt kell mondjam, hogy a csapat így viszi magával ezt az egészet, és egymást hergeljük bele ezekbe a helyzetekbe. Tehát, hogyha előttem egy játékos egy óriási sáncol, és nálunk marad a labda, az az első, hogy a
két mellett lévő társ is rákiabál, én pedig hátulról, vagy hogyha elő gólt szerzünk és fut vissza egy játékos, akkor én is oda szólok neki, összenézünk, és hát ezek azok, ami sok kicsi sokra megy, és egy olyan transz állapotba kerül az egész csapat, ami csak előre viszi a játékosokat, illetve hát a közönség. Azért nem menjünk el szó nélkül a hatalmas magyar közönség mellett, sem Cooperban, sem pedig az Arénában nem tudtak ellenféllel szemben kerülni, tehát nem hiszem, hogy van még egy olyan nemzet, akinek ilyen szurkolatából lenne, mint a magyar. Hát Marci, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és csak ilyen folytatást a jövőben is. Köszi szépen, szia! Köszönöm, sziasztok!